Köszöntöm kedves nézőinket! Műsorunk eheti adásában az október 31-i rendkívüli képviselőtestületi ülést láthatják. Megállapítom, hogy a 12 képviselőből 8 jelen van, tehát határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítőket kell választanunk. Javaslom, hogy a mai jegyzőkönyv hitelesítőink Kati László és Tihanyiné legyen. Aki egyetért azzal, hogy Kati László legyen az egyik edzőkönyvvezető, azt kérem igennel szavazzon. Tessék? Hitelesítő, nem vezető. Nyolc igen elfogadtuk, aki Tihanyi Tibor Réma egyetért, azt kérem igennel szavazzon. Nyolc igen elfogadtuk, megállapítom, hogy a mai edzőkönyv hitelesítőink Kati László és Tihanyi Tiborné képviselők lesznek. Egy sürgősségre javasolt napirend került benyújtásra, 2018 év bölcsődei fejlesztési program pályázat benyújtása. Ennek oka minél gyorsabb pályázat beadása, hogy már az úgynevezett elsőkörös elbírásban részt vegyen a város. Tehát amennyiben novemberig beadjuk, akkor november közepéig, akkor a 19 első körébe bekerülhetünk. Aki ezzel egyetért, hogy vegyük fel napirendre, azt kérem igennel szavazzon. Nyolc igen elfogadjuk. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendre javaslata. Polvári Ferdinánd úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Napirend előtt szeretnék szólni, habár hozzáteszem, hogy nem számítottam rá, hogy ilyen fokhias lesz a testület. Jó. Gondolom közügyről van szó. Bocsánat, nem mondtam a témát. Témát kérném szépen, mert legközel, igen. Tehát igen. Megfogadtam, mert múlt testületülésen megvezettek egyéni témát nem hozunk be közügyként, főleg nem választásit. 65 év feletti kalocsai lakosok karácsonyi támogatásával kapcsolatban szeretnék. Jó, köszönöm szépen. Van-e még más javaslat? Jó, tehát akkor mondanám, hogy mi lenne a napirendek. Kalocsai Pargondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Végelszámolói záró beszámolójának elfogadása. Kettes Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvezető Nonprofit Kft. És a Kalocsai Pargondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Átalakulási terve. Harmadik Kalocsai Óvodája és Bölcsődéje intézménnyel kapcsolatos költségvetésügyek. És négyes 2018 év bölcsődei fejlesztési programpályázat benyújtása. És a polgármester tájékoztatóba adok majd a számvevőszéki jelentésről egy tájékoztatót. Aki ezekkel a napi rendekkel egyetért, azt kérem igennel szavazzon. Nyolc igennel elfogadtuk a napi rendeket, akkor elkezdjük tárgyalni a napi rendi pontokat. De mielőtt elkezdenek tárgyalni, megadom a szót Bolvári képviselő. Tudom csak. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt testületi ülésen történt valami, amely mellett nem tudok szó nélkül elmenni. A dr. Bálint József vezette önkormányzat a választásokat megnyerve úgy döntött, hogy 2015-től visszaállítja a korábbi városvezetés által megszüntetett 65 év feletti kalocsai lakosok húsvéti és karácsonyi támogatását. Tettük ezt annak ellenére, hogy voltak pillanatok, amikor a pénzügyi túlélésünk is veszélyben forgott. Az elmúlt testületi ülésen a karácsonyi 2000 forint jóváhagyása került napirendre. A napirendi pont tárgyalása kezdetén ellenzéki képviselőtársaim egyike szót kért, és bűnbánóan elismerte, hogy az ő idejükben hiba volt megszüntetni ezt a támogatást. A bűnbánat után még jóvátételi javaslat is érkezett részéről, 2-ről emeljük 3000 forintra a juttatást.
A javaslat elhangzásakor az jutott eszembe. Ehhez aztán pofa kell. Hála Istennek a befolyó adóbevételek messze meghaladják azt, amire előzetesen számítani lehetett, annak ellenére, hogy a most nagyvonalú ellenzéki képviselőtársaim még soha nem szavazták meg a város költségvetési rendeletét, állandó bírálattal illetik a város gazdálkodását, átgondolatlansággal, pazarlással vádolva bennünket. Az adórendelet módosítását, mely eredménye a mostani pénzügyi többlet, szavazatukkal nem támogatták, sőt, minden eszközzel akadályozták. Egy valamit szeretnék tisztázni. Nem az 1000 forint plusz pénzt sajnálom az általam maximálisan tisztelt idős polgárainktól. A húsvéti és karácsonyi juttatás nem hivatott megoldani az értéküket vesztő nyugdíjak helyzetét, az a mindenkori kormányok feladata. Ez inkább egy gesztus, mely alapján városunk idős polgárai azt érezhetik, hogy ők fontosak számunkra. Figyelünk rájuk, az ünnepek közelettével különösen, és nem csak a választások közelettével. Beszéljünk őszintén, felelősségteljesen. A tartalék keretbe szánt mintegy 3,5 millió forintból, amiből most a plusz 1000 forintok kifizetése megtörténik majd, lehetőség lett volna például 3 rövidebb utca teljes burkolat felújítására, vagy mondjuk 10 darab jó minőségű térfigyelő kamera kihelyezésére. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy máskor legyünk urai az ilyen helyzetnek. Véleményem szerint nem szabadott volna hagynunk az azonnali döntés kierőszakolását. Azt át kellett volna futtatni az önkormányzat illetékes bizottságain. A javaslattevő kihasználta a meglepetés erejét és a sajtónyilvánosságot politikai céljai elérése érdekében. Bedőltünk egy ügyes, manipulatív kampányfogásnak. Egy Márai Sándor idézet forgott tegnap a Facebookon, azt hiszem pont ide illik. Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, máskor legyen szíves az időkeretet betartani. Első napi rendi pontot tárgyaljuk. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Végelszámolói záró beszámolójának elfogadása. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e tisztázandó kérdése valakinek. Ugye ez is ténykérdés, tehát számok adják önmagukat. Ha nincs kérdés, akkor megkérdezem, hogy észrevétel vélemény van-e ezzel kapcsolatosan. Katus Attila képviselő úr. Pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Köszönöm. Kati László képviselő úr. Köszönöm szó, polgármester úr, a jogi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozatot. Köszönöm szépen. Van-e még más észrevétel vélemény? Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Kalocsavárosi önkormányzata képviselő testülete a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság végelszámolásával kapcsolatban az alábbi alapítói határozatot hozza. Kalocsa Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapítója határoz, hogy a társaság végelszámolását lezáró beszámolót, annak kiegészítő mellékletét és könyvvizsgáló jelentését a melléklet szerint az alábbi főszegekkel elfogadja: mérleg főösszeg 46 millió 900 ezer forint, saját tőke 13 millió 694 ezer forint, és adózott eredmény 8 millió 691 ezer forint. A felügyelő bizottságnak az észrevétel az ki volt osztva, tehát azt nem kívánom felolvasni, és a könyvvizsgáló is. Aki ezzel egyetért, kérem igennel szavazzon.
Két igen, egy tartózkodásra elfogadtuk. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont. Kalocsa vanyahasználásítás és könyvezető non-profit Kft. És Kalocsai Pargondozó és Közszolgáltató non-profit Kft. Átalakulási terve. Ugye feladatul szabtuk az ügyvezetőnek, hogy készíts elő, és ma be is került, bekerül a testület elé. Mind a kettő egyszerűsített beszámoló mérleg, mind a két cég részéről. Megkérdezem, van-e ezzel kapcsolatosan előzetes kérdése valakinek, vagy tisztázandó kérdése? Ha nincs, akkor megkérdezem az ügyvezető asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincs. Jó? Tehát anyag egyébként részletesen tartalmaz mindent, számszakilag is, egyéb is. Észrevétel vélemény van-e? Kati László. Köszönöm a szót. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ügyet és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Köszönöm szépen. Katus Attila. Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Köszönöm szépen. Más észrevétel vélemény van-e? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom a határozati javaslatokat. Határozati javaslat Róma 1-es. Kalocsavárosi Önkormányzat képviselőtestülete, a Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvvezető Korlátolt Felelősségi Társaság, székhelye Kossuth-Lajos utca 14, az alábbi alapítói határozatokat hozza, 6/2018-10 szám alapító határozat, Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvvezető Non-Profit Korlátolt Felelősségi Társaság alapítója határoz, hogy elfogadja az előterjesztés szerinti elfogadja a társaság közbenső beszámolóját az alábbi főszegekkel. Mérleg főszeg 2.098.768.000 forint, saját tőke 51.655.000 forint, adózott eredmény 29.418.000 forint. Aki ezzel egyetért, kérem szépen igennel szavazzon. Hét igen, egy tartózkodás elfogadtuk. Határozati javaslat római 2-es. Kalocsavárosi Önkormányzat a képviselőtestülete, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségi Társaság további működésével kapcsolatban az alapítói határozatokat hozza. 7/2018-10 szám alapítói határozat, Kalocsai Vagyonhasznosítás Könyvvezető Non-Profit Korlátolt Felelősségi Társaság alapítója határoz, hogy elfogadja az előterjesztés szerinti átalakulási tervet, egyesülési tervet. Aki ezzel egyetért, kérem igennel szavazzon. Hét igennel és egy tartózkodással elfogadtuk. Római 3-as javaslat. Kalocsavárosi Önkormányzat a képviselőtestülete, Kalocsai Pargondozó és Közszolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségi Társaság működésével kapcsolatban az alábbi alapítói határozatokat hozza. 6/2018-10 szám alapítói határozat. Kalocsai Pargondozó és Közszolgáltató Non-Profit Kft. Alapítója határoz, hogy elfogadja az előterjesztés szerinti átalakulási tervet, egyesülési tervet. Aki ezzel egyetért, kérem igennel szavazzon. Hét igen, egy tartózkodással elfogadtuk, és a határozati javaslat római 4-es. Kalocsavárosi Önkormányzatának képviselőtestülete megbízza a Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvvezető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Kalocsai Pargondozó és Közszolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségi Társaság ügyvezetőjét és a polgármestert a beavatkozáshoz szükséges egyéb jogszabály által meghatározott döntéshozó szerv által előírt okiratok elkészítésével. Aki ezzel egyet, kérem igennel szavazzon. Hét igen és egy tartózkodásra elfogadtuk, köszönöm szépen. Harmadik napi rendi pontra térnénk rá. Kalocsavárosi óvoda és bölcsőde és intézménnyel kapcsolatos költségvetési ügyek.
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek tisztázandó kérdése. Nem látok kérdést. Megkérdezem, hogy van-e észrevétel, vélemény ezzel kapcsolatosan. Katus Attila képviselő úr. Pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangulag támogatja. Köszönöm. Más egyéb észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom föl a határozati javaslatot, mert táblázat van, és mindenkinek ott van, én nem olvasom föl a határozatot. Aki ezzel egyetért, azt kérem szépen, hogy igennel szavazzon. Nyolc igen elfogadtuk, köszönöm szépen. 2018 évi bölcsődei fejlesztési programpályázat benyújtása, ez a következő napi rendi pontunk. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e tisztázandó kérdése valakinek. A számok láthatók, tehát 47.870.685 forintra pályázunk, és 2.519.510 forintot kell saját erőből hozzátennünk, amennyiben megnyerjük a 12 főre a pályázatot. Ez összesen 50.390.195 forint. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e még tisztázandó kérdése valakinek. Ha nincs, észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom a határozati javaslatot, itt sem kívánom a táblázatokat ismertetni. Tehát aki a kiadott és változatlan határozati javaslattal egyetért, azt kérem igennel szavazzon. Nyolc igen elfogadtuk, köszönöm szépen, tehát a pályázatot benyújtjuk, még a mai nap folyamán, elektronikus úton, úgyhogy remélem, hogy nyerni fogunk, és akkor 12 helyet tudjuk bővíteni a bölcsödét. Egy rövid tájékoztatót kívánok adni. Egyetlen egy téma van, a számvevőszéki jelentésről adok egy tájékoztatót, ugye a vagyonhasznosítási gazdasági társaságunkat vizsgálták a 13, 14, 15, 16 évben. Az anyagot megkaptuk, a sajtó már megkapta elektronikus úton, ez is furcsa nekem, hogy a sajtó előbb értesül róla, mint mi, de hát úgy látszik, hogy ezt hozzá kell szoknunk. Az előzetest láttuk egyébként, nem tettünk rá véleményt, tehát gyakorlatilag változatlan volt az összegzést. Egyet hiányolok az anyagból egyébként, az összefoglaló anyagból. Ugye a hiányosságok kötése ezeket azt nem részletezte ki, hogy melyik évekről van szó, csak így ámblokk. Tehát az zöme az a 13-14 évi, és természetesen a 15-16-ban is voltak a mulasztások, illetve 16 évben, hogy nem volt könyvvizsgáló jelentés, az annak tudható be, és ezt megpróbáltuk megértetni, amit nem fogadtak el, hogy maga az eredmény nem indokolta, hogy legyen. Viszont akkor volt egy átszervezés, hogy az iskolákat vissza le kellett adnunk, és az iskolában lévő pedagógus, illetve a gondnokokat és a takarító személyzetet átvette, a vagyonhasznosító, ezzel megnövekedett a létszáma, és a létszám miatt kellett gyakorlatilag kellett volna jelentést készítenie, könyvvizsgáló jelentést készítenie, erre az ügyvezető nem figyelt oda, úgyhogy kellő időben erre oda kellett volna figyelnie, tehát ezért a 17-18 éves években már ezek nagy részt, amiket hiányosságként felsoroltak, ez már ki van küszöbölve, tehát az intézkedési tervet meg fogjuk csinálni az ügyvezető asszonynak, írtak, ha jól emlékszem, 6 feladatot nekem, 3-at. Igen, a polgármesternek 3-at, a 3 közül 2 már teljesítve van, tehát már időközben arról intézkedtünk, és
eleget tettünk a törvényi kötelezettségeknek. A harmadikra sajnos csak észrevételt tudok tenni, majd annyit, hogy megállapítom, hogy ki volt a felelős, ennyit tudok csinálni, de egyiket se tudom felelősségre vonni, mert egyik sincs már az állományunkban. Tehát sem a Búcsú Lajos, sem pedig a Lóibb Lászlót. Azt hiszem, hogy mindkettőnek, bár a Lajossal mostanában nem találkozok, el kellett volna gondolkodni azon, meg az akkori vezetésnek az ő hibáin, hogy gyakorlatilag oda kellett volna figyelni a KFT-kre, és nem pedig csak úgy menni. A második, a mi felelősségünket természetesen levonjuk, illetve a mi dolgainkat. Egy vigasztalt, hogy az ellenőrzéseink, tehát a tulajdonosi ellenőrzések megtörténtek. Tehát azt hiányosságként nem hozták föl, ez az anyagban se szerepel, bár abban is biztos, hogy ezt is beteszik, hogy azért mind a két képviselőtestület, tehát az előző is és a mostani is a tulajdonosi ellenőrzéseket elvégezte a cégnél. Úgyhogy 30 napon belül kell észrevételt tenni, az ügyvezető asszony elkészíti az őr első részt, és a kiküszöbölt részben, mondom, ki is vannak küszöbölve, ezek már a szabályzatok és egyéb dolgok elkészültek. Menet közben kellett ezt készítenünk, és utána majd, ami még hiányzik, és testület elé kell kerüljön elfogadásra, az majd be fogjuk hozni a képviselőtestület elé. Mindenesetre hasznos volt az ellenőrzés, mert itt láttuk azt, hogy a KFT-ket se szabadjára engedni a maguk útján. Ez egy jó tapasztalat volt ebből is. Tehát ellenőrzés nélkül nem lehet hagyni, független, hogy a társasági törvény mit mond. Tehát a tulajdonosnak azért oda kell figyelni. Körülbelül ennyit kívántam erről elmondani, mert ettől rosszabbra számítottam, ezt őszintén bevallom, különösen a 13-14 évre, mert ugyan utána történtek ott, akkor derültek ki a pénzügyi dolgok, utána kellett átkönyvelni, tehát ettől rosszabbra, de szerencsére ez jó. Egyébként annyit hozzá, hogy ez az anyagi jegyzőnél megtekinthető, tehát őnála lesz, nem titkos. Annál is inkább, mert sajtó már foglalkozott vele. Erről kérek egy tudomásul vételt. Nyolc igennel elfogadtuk, köszönöm szépen, és természetesen a megfelelő intézkedéseket megtesszük, és 15-ére akkor tervezünk testületülést, akkor az intézkedési tervbe fog kerülni elfogadásra. Javasoljuk, és utána ugye megy a állami számvevőszék felé. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk tehát egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos, további fontos döntésekről tájékoztatjuk Önöket. Viszontlátásra! Köszönöm.